Ügyességi kerékpáros akadályversenyen egyensúlyoznak a gyerekek Mária Pócson. A sátrakban kreszteszteket töltenek ki, valamint bűnmegelőzési felvilágosításról hallgatnak előadást a hátrányos helyzetű családokból származó fiatalok. Az egyik sátorban egy motorszimulátor, míg egy másikban az igazi helyszínelők várták a kíváncsi diákokat. A legtöbben azonban az ügyességi verseny miatt izgultak. A pálya ugyanis nehéz volt, minden eleme a városi közlekedést szimulálta. Olyan akadályokat állítottunk fel, amelyekkel a városi közlekedésben találkozhatnak a gyerekek. Speciális a pálya abból kifolyólag, hogy lassan kell végig rajta haladniuk, illetve a végighaladás során figyelni minden bójára. Ez lehetőleg arra fog kimenni a végén, hogy minél biztonságosabban és pontosabban tudják végrehajtani úgy a pályát, mint a városi közlekedést. Egy ilyen áthajtás a zebrán a való életben 30 ezer forintba kerülhet, ezért érdemes a bicikliseknek körültekintően közlekedni. Ezt is megtudhatták a diákok a rendezvényen, amelynek célja azonban nem csak a bűn és baleset megelőzés volt. A megyei rendőrkapitány arról beszélt, hogy már fiatal korban érdemes elkezdeni a toborzást a rendőri hivatásra. Nem titkolt célunk, hogy ezen fiatalok közül reményeink szerint a legjobbak majd bekerülnek közénk, akik magukkal húzzák kortársaikat, akik valóban perspektívát, lehetőséget látnak a rendészeti pályában. Hiszen ez egy nagyon nagy vonzó család. Ebben rengeteg hivatásos kollega dolgozik. Fegyveres biztonsági őr, közalkalmazott, a kormánytisztviselők. Megvan mindenkinek a helye, aki szereti a rendet, tiszteli a törvényt, betartja és betartatja mindenkivel. Balog Albert, az országos cigány önkormányzat képviselője arról beszélt a rendezvényen, hogy a roma fiatalok között egyre népszerűbb a rendőri pálya. Egyre több roma fiatal jelentkezik a rendőri pályára. Ebben látnak hosszú távú perspektívát, mindazok ellenére, hogy komoly kihívásoknak kell megfelelni, mind szellemileg, mind fizikálisan, és hangsúlyozom, hogy örömmel tapasztalom, hogy sok roma fiatal van most ezen a pályán. A versenyt negyedik alkalommal rendezték meg Mária Pócson, és mintegy 70 diák vett részt a megmérettetésben.